Eltűntek a folyóban, nem sikerült megtalálni a Tiszában vasárnap elmerült két fiút, akik nem kijelölt fürdőhelyen strandoltak. Kalandparkokat ellenőriztek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedően jó eredménnyel zárta a hatósági vizsgálatokat a többi megyéhez képest. Fél évszázados jubileum, kezdetét vette az 50. nyírbátori zenei napok, amely fél évszázada a térség legrangosabb komoly zenei találkozója. Nem sikerült megtalálni a Tiszában elmerült gyerekeket, a Kölcsei Televízió íradóját látják, köszöntöm Önöket. Egy 12 éves és egy 13 éves úszni nem tudó fiú Benk település nem kijelölt fürdőhelyén merült el a folyóban vasárnap délután. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület szakemberei búvárokkal keresték őket, de a nagy sodrás miatt nem sikerült megtalálni a holttesteket. Vasárnap merült el két gyerek a Tiszában. A 12 éves és 13 éves fiú mentésére kettőkor kapott értesítést a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület, akik a Felső Tisza vidéki és a Legott mentőcsoporttal, illetve a Csengeri vízi mentőkkel közösen próbálták megkeresni a fiatalokat. Néhányan Benk mellett egy úgynevezett szabadstrandon, tehát magyarul nem kijelölt fürdőhelyen, egy homokpadon fürdőztek, és a homokpadról lelépve, mi úgy szoktuk mondani, hogy elkottyantak, tehát onnantól kezdve egy nagyon mély vízbe kerültek, és mivel úszni nem tudtak, ezért a segítségükre kellett sietni, amit egy felnőtt megtett, de ő sem tudta őket kihúzni már a vízből. Vasárnap búvártechnikával és csónakkal is keresték a fiúkat, azonban eredménytelen volt a mentőcsapatok munkája. A Felső-Tisza vidéki egységek hétfőn is folytatták a munkát. Ha ők sem találják meg, a Legott mentőcsoport hullakereső kutyával keresi majd tovább a két fiút. Itt ezen a részen most nagyon nagy volt a sodrás. Általában egyébként, hogyha nincs ilyen nagy sodrás, akkor megközelítőleg a helyszínen megtaláljuk még az nap. Általában ebben a melegben két nap kell, mire feldobódik a test. Tehát, hogyha akkor sincs meg, akkor valahová be van akadva. Ilyenkor jön jól nagyon a kutya, ugye, hogy minél gyorsabban meg lehessen találni. A kutya a víz alatt is, tehát ez a kutya, a Legott mentőcsoport kutyája a víz alatt is érzi a halottaknak a szagát, és ezt így pontosan be lehet határolni. A mentőcsapat vezetője kiemelte, a szülők soha ne engedjék a kiskorú gyerekeket felügyelet nélkül a folyókhoz, főleg, ha nem tudnak úszni. A Tisza homokpadjainál pedig még a jó úszók is óvatosan tartózkodjanak, ugyanis azok néhány lépés után akár 5 méter mélyre is süllyedhetnek, és így veszélyessé válnak. A kalandparkok több mint felénél találtak valamilyen problémát a szakemberek a júniusi rendkívüli ellenőrzés során. A fogyasztóvédelem munkatársai országszerte összesen 82 létesítményt vizsgáltak, és 46 helyen találtak valamilyen problémát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedően jó eredménnyel zárta a hatósági ellenőrzéseket a többi megyéhez képest. Még májusban történt baleset ebben a Csillebérci kalandparkban, amikor leszakadt egy fák közé kifeszített kötélháló. Ekkor 13-10 év körüli gyerek sérült meg. A baleset után a Fejlesztési Minisztérium egy rendkívüli kalandpark ellenőrzés rendelt el a vidéki és fővárosi kormányhivataloktól. A fogyasztóvédelmi hatóságnak egyébként évente van ellenőrzési és vizsgálati programja, ahol az úgynevezett mutatványos berendezéseket ellenőrzik, ebbe a kategóriába sorolható a kalandpark is. A szakemberek 82 helyen vizsgálódtak és 46 létesítménynél találtak problémát. Az első ellenőrzés után júliusban ismét felkeresték azokat a parkokat, ahol korábban valamilyen hiányosság volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikája szinte az egyik legjobb, ugyanis az előző májusi ellenőrzés során két darab kalandparkot ellenőriztek a megye fogyasztóvédelmi kollégái, és az egyikben már akkor sem találtak semmilyen problémát, tehát kifogástalanul működött. A másik kalandparkban találtak gyakorlatilag elmondhatóan klasszikus problémát, hiányzott a megfelelőségi tanúsítvány egyes eszközökről. Másik probléma volt, hogy az adattáblán ebben az adott kalandparkban nem volt feltüntetve a terhelhetőség, vagy a kezelő személyzetnek hiányzott a képesítése, ugyanis vannak olyan eszközök, amelyek olyan veszélyességi osztályba vannak besorolva, amelyeket csak olyan személyzet kezelhet, aki arra képesítést, oktatást szerzett.
Ez már a Tiszalöki Kalandpark, itt a 12 fős szakképzett személyzet minden évben újító vizsgát tesz, ugyanis a magaslati kötélpályánál csak így tudnak szabályszerűen dolgozni. A hatóság szakemberei többek között ezt is ellenőrizték júniusban. A parkot üzemeltető cégcsoport elnök vezérigazgatója elmondta, a belépéskor a legfontosabb szabály, hogy mindenki megfelelő védőfelszerelést kapjon és helyesen használja a karabinereket. A kalandparkunk egy 7 hektáros területen helyezkedik el, ebből nagyjából egy hektárt ölel fel közvetlenül a kalandpark, közvetlen szomszédságában pedig ugye a szabadvízű strandunk található. Maga a park, mint kötélpálya, 73 akadályelemből áll, 3 becsúszóból, ehhez társul még hozzá az országban egy egyedülálló föld alatti csőlabirintus, egy zuhanóhinta, és van egy foglalkoztató helyiségünk, egy kalózhajó is. A kalandparkok célközönsége a fiatal korosztály, ezért is fontosak ezek a hatósági ellenőrzések. A különböző szintű akadálypályák például magassághoz is kötöttek. Itt Tiszalökön falmászópálya és egy egyedülálló zuhanóhinta is várja a vendégeket. Ezeknél az elemeknél még fontosabb a biztonság. A megyében működő 2 kalandpark közül ezt már az első ellenőrzési körben is szabályosnak találták a szakemberek. Kezdetét vette az 50. Nyírbátori Zenei Napok szombaton, amely fél évszázada Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrangosabb komoly zenei találkozója. A programok között szerepel többek között a Liszt Kamarazenekar, a debreceni Kodály Filharmonikusok, valamint a Miskolci Szimfonikusok is. A koncertekre egészen augusztus 19-éig várják a zenebarátokat. Újra felcsendült a nyírbátori toronyzene a Városháza erkélyéről. A kétszeres Kossuth, Liszt és Erkel díjas magyar zeneszerző Farkas Ferenc külön nyírbátornak írt alkotását 11 fúvós adta elő. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az 50. nyírbátori zenei napok. A város nagyon komoly és értékes helyszínekkel, műemléki templomokkal és környezettel rendelkezik, és ezekben a környezetekben igenis különleges, hangulatú, nagyon szép koncerteket, vacsoraesteket lehet rendezni, és így augusztus első felében több hétvégén keresztül tudunk kínálni a látogatók számára folyamatosan programokat. A program a Kulturális Központ lépcsőpiramisán folytatódott, ahol a nyírbátori koncertfúvós zenekar és a Bátor Mazsorett együttes előadását láthatta, hallhatta a nagy érdemű. Én nyírbátori vagyok, úgyhogy azt gondolom, hogy evidencia, hogy itt a helyem. Évek óta, gyerekkorom óta mindig részese vagyok többé, kevésbé ennek a fesztiválnak. Leginkább azért, mert képes megújulni évről évre, és mindig nagyon tartalmas programokat kínál. Nyírbátor és a térség kulturális életének legfontosabb eseménye az idén is nagyszerű produkciókkal várja a muzsika kedvelőit. Augusztus 6-án az Experidence, itt a Kulturális Központban, augusztus 7-én a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Minorita udvarban, augusztus 13-án a Kodály Filharmonikusok Karamellel, szintén a Kulturális Központban, augusztus 14-én pedig a Budapest Jazz Orchestra vacsora estel, és a zárókoncertünk a Református Templomban lesz augusztus 19-én. A helyiek azért is kedvelik a rendezvényt, mert nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy ilyen neves előadókkal találkozzon. A zeneirodalom olyan széles skálája van bemutatva, hogy ezt ki nem hagynám semmiért. Ezeken a nyári bemutatókon mindig szeretek részt venni, mert messzebbre úgysem tudnék elmenni, mondjuk egy fővárosi vagy egy nagyvárosi ugyan hasonló fesztiválra, de ide viszont szívesen eljövök. De nem csak a helyiek kíváncsiak a rendezvényre, van, aki Fokvárosból érkezett, hogy részese lehessen a kulturális csemegének. Én Fokvárosból érkeztem, ide jöttem szünidőre, egyébként Nyírbátorban születtem, csak most hazajöttem látogatóba édesanyámhoz, és hát én nagyon csodálom ezt a zenekart, hogy itt van a fúvó zenekar, tényleg, mert én is zenész vagyok magam, a kinti Fokváros a zenekarban is játszom, és éppen a feleségemmel jöttünk meghallgatni, hogy milyen magas a színvonal. A rendezvény első napján kiállítás is nyílt, amely a zenei napok 50 évét mutatja be képekben, plakettekben. Továbbá egy zenével kapcsolatos bélyegtárlat is megtekinthető a Nyírbátori Kulturális Központban. Váradi László, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi polgármester választást vasárnap Demecserben, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város jegyzője az előzetes eredményt az MTI-vel.
Mátyás B. Szabolcs a távirati irodának elmondta, Váradi László, a korábbi polgármester 1267 voksot kapott, míg a második helyen 943 szavazattal a független Rátkai Sándor, a harmadikon pedig a szintén független Barta Zoltán végzett, akire 84-en voksoltak. Az időközi választást azért tartották a nyírségi településen, mert a képviselőtestület májusban 4-3 szavazat arányjal feloszlatta magát. A voksoláson a részvétel 69,9%-os volt, írja az MTI. Egy héten keresztül Nyíregyházán vendégeskedik a megyeszékhely testvérvárosának, a finnországi Kajáninak 16 fős delegációja. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Kopjafa állítással kezdődött, éjászversennyel folytatták és hagyományozó lovas bemutatóval zárták Szabolcs vezér ünnepét Szabolcs községben. A településen a magyarok honfoglalóésére Szabolcs vezérre emlékeztek. Győzelemmel kezdte a szezont a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 nyitó fordulójában a várdaiak Lukasz és Rajci góljaival 2-0-ra nyertek a Budaörs vendégeként. A másik megyebeli csapata, a Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Csákvárral. Egy héten keresztül Nyíregyházán vendégeskedik a megyeszékhely testvérvárosának, a finnországi Kajáninak 16 fős delegációja. Az evangélikus egyházközség testvérgyülekezetének képviselői Nyíregyháza nevezetességeinek megtekintése mellett ellátogatnak a fővárosba is. Ezzel a dallal fogadták a sajtó képviselőit a nyíregyházi esperesi hivatalban a finnországi Kajáni evangélikus gyülekezet fiataljai, akik egy hetet töltenek Magyarországon. A két gyülekezet kapcsolata 1978-ban kezdődött, azóta felváltva látogatnak el egymáshoz a finnek és a magyarok. A közös találkozások emlékére tavaly két példányban készült egy album, amelyben fotók, újságcikkek, prédikációk emlékeztetnek az elmúlt közel 4 évtizedre. Zsarnai Krisztián evangélikus esperes szerint az együttműködés sikere az emberi kapcsolatok alakulásán mérhető le leginkább. Nagyon komoly barátságok szövődnek a gyülekezeti kapcsolaton keresztül, és minden érdektől mentes. Vannak társadalmi, egzisztenciális, kulturális különbségek a két ország között, a két gyülekezet között, de ezeken felül emelkedve nagyon szoros baráti kapcsolat fűz egymáshoz bennünket. A finn delegáció vezetője is a különböző kultúrákból érkező emberek közötti barátságok kialakulását tartja a látogatások legfontosabb hozadékának. Ennek a kapcsolatnak már nagyon nagy hagyománya van Finnországban is, és Magyarországon is. Különböző csapatok látogatják meg egymást. Finnországból voltak itt kórusok, a gyülekezetünkből érkeztek Nyíregyházára presbiterek és más egyházi tisztségeket betöltő emberek, most pedig fiatalokkal jöttünk látogatóba. Ezeken a találkozásokon keresztül személyes kapcsolatok alakultak ki, amelyek tartóssá váltak. Akár különböző korú emberek között is szoros barátságok köttettek a kölcsönös látogatások alatt. A 16 főt számláló delegáció a megyeszékhely nevezetességeinek megtekintése mellett a vendégek kérésére Budapestre is ellátogat. Kopjafa állítással kezdődött, éjász versennyel folytatták és hagyományőrző lovas bemutatóval zárták Szabolcs vezér ünnepét Szabolcs községben. A településen a magyarok honfoglaló ősére Szabolcs vezérre emlékeztek. Az önkormányzat kétnapos rendezvényére ország és megye határokon túlról is érkeztek. Miskolc környéki íjászok csapata is lőtte a szabolcsi földvárban, kortól és nemtől függetlenül versengtek a csapatok, akik megjelenésükkel is a 10. századot idézték meg, ezzel tisztelegve a honfoglaló ős Szabolcs vezér emléke előtt. Szabolcs vezér ünnepét üljük, július 28-a a Szabolcs napja és az ehhez legközelebb eső hétvége. Ugye Szabolcs vezér ünnepe, és hát Szabolcs vezért hol másutt ünnepeljük, mint a szabolcsi várban. Ugye ez a Szabolcs vezér által épített szabolcsi várban ünnepeljük Szabolcs vezért, és éjjel a kézben. Hiszen éjjel a kézben nem is versenyez igazából, hanem az ünnepő része, mert számunkra őseink viseletébe beöltözve, kezünkben, éjjel, oldalunkon, szabjával, tarsójal a legméltóbb megemlékezés forma.
Nem csak a hagyományőrzők, bárki tisztelekhet Szabolcs vezér emléke előtt Szabolcsban, hiszen a község igazi zarándokhely. 1896-ban egy obeliszket, egy emlékművet állított a település lakossága. 20 esztendővel ezelőtt egy bronz szobrot állított neki a megyei közgyűlés. Hát nekünk most szerényebb lehetőségeink vannak, ugyanakkor nagy divat és nagyon menő, ha így ki lehet fejezni, hogy kopjafát állítanak. A mi kopjafáinkat Erdélybe, Székelyudvarhelyen faragtattuk meg, egy nagyon neves fafaragóval. Ebből hármat készítettünk, egyet az ország címerével, egyet a megye címerével, egyet pedig a település címerével ellátva. Nem csak a címerek, hanem a csúcsok miatt is különböznek a kopjafák, a nemzet örök lángját szimbolizálja az ország kopjafájának teteje, a megyei a vezér lándzsáját, míg a szabolcsi a harci buzogányt jeleníti meg. Az avató ünnepségen a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, fontos, hogy honfoglaló ősünkre emlékezzünk. Az egykori Szabolcs vármegye örököseiként kötelez bennünket, hogy a névadónkra emlékezzünk, illetve hát még inkább talán a kis, de a már szebb településnek a lakóit, akik nevükben hordozzák az egykori legendás honfoglaló vezérnek a nevét. A szabolcsi rendezvényen gyermekprogramok, hét üstben készülő ételek, népművészeti kiállítás, földvárfórum és hagyományőrző lovas bemutató is várta az érdeklődőket. Győzelemmel kezdte a szezont a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 nyitó fordulójában a várdaiak Lukasz és Rajci góljaival 2-0-ra nyertek a Budaörs vendégeként. A másik megyebeli csapat, a Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Csákvárral. Nem a legjobb hangulatban utazott el első bajnoki meccsére a Kisvárda, az utolsó edzésen ugyanis a kezdőcsapatba jelölti Délceg Gergely bokatörést szenvedett, így míg társai Csákvár felé tartottak, őt már a várdai kórházban műtötte a csapatorvosa. A Budaörs albéletben fogadta a vendégeket, akik gyakorlatilag végiguralták a mérkőzést. A jó néhány helyzetből kettőt váltott a góra a kisvárdaiak, Lukasz a 21., Rajci pedig a 37. percben talált a kapuba. A jó rajt volt az elvárás, és a saját játékunkat tudjuk játszani, amivel természetesen a győzelem volt a fő cél, hisz ez nagyban befolyásolja és meghatároz az egész bajnokságba való szereplést, amit én úgy ítélem meg, hogy eredményesen tudtunk megoldani. Természetesen voltak sok hibák, voltak nagy lehetőségeink, amivel nem tudtunk élni, de ez az elkövetkező idők feladata lesz, hogy ezeket hogy tudjuk finomítani, és hogy tudunk ezen javítani. A forduló további eredményei a következők: Dorog Cigánd 2-1, Cegléd Békés Csaba 3-0, Nyíregyháza Spartakusz Csákvár 0-0, Soroksár Puskás Akadémia 3-3, Grosics Akadémia Szeol 1-0, Mosonmagyaróvár Zalaegerszeg 2-1, Szolnok Kozár Misleny 1-0, Siófok Vác 1-0 és Balmazújváros Sopron 1-0. Az edző szerint már a nyitány igazolta a bajnokság előtti várakozásokat. Egyetlen csapat sem lehet biztosra sehol, hisz bárhol történik váratlan eredmény, ha csak a Cegléd Békés Csaba mérkőzésre utalok, de ugyanúgy a Soroksár felcsút mérkőzés is bizonyította mindezt. Hát a Nyíregyházáról nem beszélve, hisz itt is sima győzelmet vártunk, azt hiszem, mindannyian, de a többi csapatok is ugye elég szoros mérkőzések alakultak ki, és ez a bizonyíték annak, hogy nagy harc lesz az egész bajnokság során. A Kisvárda Masztergúd a második fordulóban a Soroksárt fogadja, a Nyíregyháza Spartakusz pedig Vácra látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Nem sikerült megtalálni a Tiszában elmerült gyerekeket. Egy 12 éves és egy 13 éves úszni nem tudó fiú Benk település nem kijelölt fürdőhelyén merült el a folyóban vasárnap délután. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület szakemberei búvárokkal keresték őket, de a nagy sodrás miatt nem sikerült megtalálni a holttesteket. A kalandparkok több mint felénél találtak valamilyen problémát a szakemberek a júniusi rendkívüli ellenőrzés során. A fogyasztóvédelem munkatársai országszerte összesen 82 létesítményt vizsgáltak, és 46 helyen találtak valamilyen problémát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedően jó eredménnyel zárta a hatósági ellenőrzéseket a többi megyéhez képest.
Kezdetét vette az 50. Nyírbátori zenei napok szombaton, amely fél évszázada Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrangosabb komoly zenei találkozója. A programok között szerepel többek között a Liszt kamarazenekar, a debreceni Kodály filharmonikusok, valamint a miskolci szimfonikusok is. A koncertekre egészen augusztus 19-éig várják a zenebarátokat. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 1-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős mérsékelten meleg időre számíthatunk, a hideg front elhagyja térségünket, mögötte szárazabb, óceáni eredetű léghullámok érkeznek fölénk. Éjjel gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar eleinte még kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Reggel általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, legfeljebb futózápor fordulhat elő, a változó irányú szél pedig helyenként megélénkül. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét közepétől ismét egyre melegebb, szárazabb levegő áramlik fölénk, így sok napsütésre számíthatunk és melegszik az idő, visszatér a kánikula, a hőség. A szombaton érkező újabb hidegfront lényeges változást a jelenlegi számítások szerint nem hoz majd.